Kedves tanáraink és diáktársaink, ünnepi műsorunk következik. Ezen a napon végezték ki Aradon az 1848-49. Évi szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A kivégzés sorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznak keretében emlékezik meg. De mi vezetett a tragikus eseményhez? 1849. januárjában az Európán átszúkó forradalmak már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta magát, s még hátra voltak diadalai, mielőtt ő is elcsendesült. Augusztusban már az ország nagy része az ellenséges osztrák haderő kezébe került. A túlerő háromszoros. Az elfáradt honvéd csapatokat felfegyverzett elsöprő fölényben lévő császári csapatok fogták közre. Augusztus 13-át a magyar seregek világosan letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Ferenc József, osztrák császár, Hajnaura hadseregének főparancsnokára bízta a megtorlást is. Hajnaú már ekkor tudta, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökét és a 13 lázadó vezért kivégezteti. Részlet Hajnaú leveléből. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestül kiírtam a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelki ismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Ezen a szomorú napon Aradon hultak le először a Ferenc József által követelt fejek. Hajnaú rendelkezése nyomán hajnali 17:30-kor a 4 golyó általi halálra ítélt tisztet, sorrendben Lázár Vilmost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt és Svejdel Józsefet végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort 6 órakor Pöltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulik Lajos, majd Damjanics János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsei Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig kellett nézni a társai halálát. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hárvadása, őszi szélnek búskeserve. Egyik könny a szentelt helyre, hol megváltott, hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja.
Bánatsíra szárazágon, ott aludsz-e csendes álmát? Az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz reá a fényes égre. Búrs szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. A tábornokok és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkalta. A honvéd tisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra jogtalan vádak alapján került sor. Halálukkal Hajnó és Ferenc József a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a 14 kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak. Ünnepi megemlékezésünk véget ért. Megkérjük az osztályok képviselőit, a műsor után helyezzék el virágaikat és gyújtsák meg gyertyáikat.